Mi folyik itt? Nem hiszem el. Atyavilág, ez lehetetlen. Hogy lefutottuk őket? Atya úristen. Mint a faló élet, úgy futott át ilyen mi. Azt a rohadt. Gyönyörű. Nem gondoltam volna, hogy bemegy. Amúgy lehetne cserélni is, igaz? Hú, nagyon jó ötlet. Ja, jó, jó, ezt a kettőt. Figyeljünk gyerekek, messzi le, ez az, ha már öreg nem bírja. Az gáz. És a tipikus, jön az érkező egyből. Most jobban figyeltünk. Hát és Mercado milyen lassú. Megőrülök. Hú, Mercado lelassú. Azt a rohadt életbe. Az anyja úristenét kereselő Costa? Alhátvédként nekem így, de... Mászkáljon már előre. Ez nem igaz! Hát, hogy sima passz kellett volna. Sima egyszerű. Úristen! Hát, bazd meg, ilyen nincs! Rúni se tudtam!
a really emphatic finish, which gives the keeper no chance. Underway again, and we'll be intriguing to plenty of goals. 3-2 at the moment. Ajjajjajjajjajj. Hát nem mertem lehozni a dejem, de lehet, hogy le kellett volna tényleg most már utólag, mert ez a tempó, ez így. Döbbenet. A gyerekek, kikaptunk, mint a büdös élet. 4,9-es várható gólszám. Rúgtunk 2 gólt. Jézusom. Atya úristen. Nyerni kellett volna. Rengeteg kapufánk volt, tehát akkora helyzetek nem mentek be, hogy őrület. De tényleg, tehát hogy nagyon. Bőven benne volt a mi győzelmünk, úgy van. Igen. Hideg és a hóesés megzavart a játékosokat, meg. Igen, igen, persze, hát még szép. Nem is értem a kérdést. Komolyan mondom, persze. Hát mi más? Na! Schmidt 79-es lett! Hoppá! Nagyon ügyi. Schmidt. Apukáim, és akkor most játszunk a Schalke ellen. 20 forduló után vagyunk most már. Schalke 17-edik. Jöjjöjjöj. Megpróbáljunk megint egyet szimulálni. Hát, hogy sikeresebbek vagyunk. Hát egy utolsót még azért meg lehetem, vagyis hát utolsót. Hát ha nagyon bejön, akkor nem lesz utolsó. És nyerünk! Úristen! 3-2! Dupla Adeyemi! Ez az. Nagyon működünk. Most kivel fogunk játszani? Nek a logója. Mainz? Az. Ja, meg se néztük amúgy a átigazolásokat, baszki, szóval pont arról beszéltünk, nem? Még most már lehet, hogy nem is lehet normálisan megnézni, ugye? Ja, de meg tudjuk nézni nagyjából, igen. Ugyan vagyunk? Gyorsan felejtek. Jó, hát az a Pedri üzlet, az hagyjuk. Nem normálisak, mondjuk majdnem 200 milliót kaptak Pedriért. Pedri nagyon jó játékos, én azt próbáltuk már, ugye Pedrit? Ja, hát az, hú, tud passzolni rendesen. Most a télen, tehát a legdrágább igazolás, az Goretzka volt, aki 90 millióért távozott a Liverpoolhoz. Aztán következő az Rashford, hoppá, a Juventushoz, hű-hű. Azt a mindenit, a Juventus az így oda tette magát, sőt, mondjuk volt egy távozójuk, Kulusevski, Barcelonához igazolt, még mondjuk ő a nyáron. Következő téli átigazolás az Locatelli, Sasolóból Leverkusen. Baumgartner Hoffenheimből Marseille, Scamacca West Hamből Newcastle, Milan, Benacer Milanból PSG, Timber, Savic, Dortmund, na ez jó, ez az erősödik, a német Bundesliga nagyon jó. Costa, Lipcse, Depay Inter. Botman, ez jó játékos? 25 éves, 71 millió volt a Bayernnek. Vierát láttuk már korábban. Luis Diaz megvette a Real Madrid. Balde, Nottingham Forest.
Bár, de amúgy egy nagyon jó játékos. Hú, de bírom. Azt a rohadt életben. Olyan kis egyszerű fickó, és annyira lelkes, annyira gyors, jól passzol. Egy új Jordi Alba, tényleg. Ődületű. Gabriel Leverkusen. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Szia, Bala. Szia, Kiritóban. Köszönöm neked a fél évet. Köszi. Kérem. Mi nagyjából ennyi. Barcelona, nem tudom, hogy kiket vásárolt. Itt a top listán. Kulusevski ott az egyik. Meg egy Soler. Isaac. Real Madrid. Ú, micsoda utánpótlás. Az igen. Leszek magyar szövetségi kapitány, sajnos. Nincs értelme. Ha megcsinálják, akkor szívesen megyek. Szerintem nem lehet, hogy jó eredményt elérni. Úgy gondolom. Eltűnt a segítséged, Dark Zone? Annyit ír ki frissítésnél, hogy zárolt tartalomfájl. Írd be a chatre, hogy felkiáltójel iRacing, és a Discordra menjél föl, amit kidob. Vagy jól mondtam? Igen. Igen, oda menjél föl, és akkor ott vérprofi iRacingesek vannak, és ott szerintem biztos tudnak segíteni. Biztos. Remélem nem baj, hogyha ilyen célokra is. Így reklámozom ezt a Discordot. Tudod a megoldást? Na, srác, tudja a megoldást. Óriási akkor. Nagyon jó. Kérem szépen. Megkapkodjunk. Naptár. Jelen fogunk játszani. Hát lényegében játszunk a Mainz ellen. Aztán lesz egy hetes kihagyás, Dortmund, Augsburg és Frankfurt. Hát nem normálisak ezek. Nézzük csak. Bassza meg a kurva élet! Ezt nem hiszem el! Eddig most tényleg éreztem, hogy nyerünk. És amikor nagyon érzem, hogy nyerünk, akkor nem nyerünk. Hogy van ez? Ez nagyon rosszul van kitalálva így. Sajnálom. Hát mindegy, megyünk tovább azért. Nem állunk meg. Nincs idő csüggedni. Koreja. Ki vagy? Júj, megvan! Megvan! Ó, ő mekkora tévedés volt, hogy őt úristen, mennyire nem kellett volna leigazolni. Azt a kurva! Várjál, Bernárdnak kellene új szerződés. Meg még jó néhány játékosra, figyeljétek meg! Folyamatosan követelőzzek a játékosok, ez mitől van? Megy föl az átlag fizetés is, ha tényleg az... Én elejétől fogva erre gyanakszom, csak... Mondjuk azóta Bernard 79-eset... És mennyit adjak neki, 20 000-et? Adok neki annyit, az készül. De hogy az nem elég? Jó van. Akkor 23.500. 200 000-es aláírási bónusszal. Azt hiszem. Almada.
most keres 26 ezret. Egy éve megtoljuk a szerződését, nagyon jó. És akkor, hát mondjuk egy ilyen 32 ezer euró. 100 ezres aláírási bónusz. Egyből el is fogadta. Hű. Na ez korrekt volt. Meglepődtem. Elég simán le lesz zongorázva. Angelo. Püspöröghet. A néni az nagyon sietne, nézi az óráját. Hova sietsz, banya? Na, jó van, ennyi. Őt nem is érdekelte szerintem Angelo milyen szerződés kap. Le van ez szarva, úgy van vele. Kapjon valamit, az kész. Haladjunk. Igaza is van. Ja jó, oké, persze. Egy korrekt. Araujo minden pénzt megérdemel. Minden. Ő a világ egyik legjobb védője. 139 milliós elengedési záradék. Jó. Megvagyunk. Még valaki? Most megvagyunk mindenkivel akkor. Oké. Okay. Mindenki boldog? Mindenki boldog. Hoppá! Carmona! Megtanulta a támadó középpályás posztot. Nagyon jó. Ude ideje volt már. Mondjuk ez még mindig nem CF. Nekünk valójában CF-ek kellenek. Ide megtanulja a CF-et. Hogy hagyjuk, hadd tanulja meg. Igazából egy végfutót kéne húzni nála, és onnantól kezdve már vadállat. Páncigáljuk az föl első körbe szerintem. Jajajaj, és akkor utána esetleg átképezzük CF-re. Sőt, lehet, hogy mindenki gyorsan átfutunk. Da Silva megállt. 81-nél kész, ennyi volt a fickó. Hát a ne szórakozz. És a dinamikus potenciál? Ha várjál, gyorsan mindenkit átnézünk. Hát, ha van valami gyorsabban járható út. Ha például itt fele ennyi idő alatt szintet épni. Ha ő is. Mondom. Igen. Itt jók vagyunk. Itt is jók vagyunk, így van, a stamina az menjen följebb, villám gyorsan, munyoz. Na munyoz. Veled mi legyen, barátom. Ez így mondjuk jó, így van. Hiper. Inkább akkor ball playing legyen. Chávez. Hát ő már nem hiszem, hogy fejlődni fog a jövőben. Mercado is ilyen rossz helyzetben van. Ezt a Mercadót is hamar el kell majd adni. Mert ez 72-es már, gyerekek. Az nagyon karcsú. Most... Mkhitaryan hogyan legyen beállítva? A Shadow Striker ez nem is rossz. Ez az, attacking work rate. Messi tök mindegy. Ő se nagyon számít. Almada? Na ő mondjuk azért számít, ő nagyon számít. Ő mondjuk így jó. Uh-huh.
Skill moves. Jó az a négy, nem? Bőve jó. Bőve jó, persze. Hát de minek? Végeztünk is, oké. Na és hát akkor kérem szépen. Dortmundi rangadó. Akarom mondani. A lista vezető ellen játszunk egyet. Hát igazából ő magáért beszél szerintem. Négy védős rendszer ellen. Óriási. Gyerünk. Szia az étén. Felállásom. 4-3-2-1. Ilyenkor megszoktad nekik adni a bónuszt? Igen? Aha. Hát lehet, hogy úgy érzed, hogy akkor hosszabb ideig kitart. Üdvözlök mindenkit. Jó estét, kérem, jó estét. Na gyerünk! Huge interest in Romelu Lukaku. The occasion, his first appearance for the club, and it's live on EA TV. A damp, soggy day, sad to have to report, here at the Zignali Duna Park in the city of Dortmund. I'm Derek Ray, and with me here on the commentary box is Stuart Robson. Micsoda muzsika, nem uraim? Óriási zene. És ő ott Lukaku tényleg? Beszarás, baszki, milyen csapata van a Dortmundnak, hello? Itt van Bellingham is, Hát ez egy kemény mérkőzés lesz így. Jó! Jó estét kívánok, sziasztok! Puszillak Balán, ahogy belépek senki sehol, na mondom hova lett a kisgyerek. Jól áll ez a fehér felső, már férfinek nézel ki, kisebb mint Úgy tudtam, hogy te vagy az, Ed! Jó estét kívánok nagyon nagy szeretettel! Szervusz, szervusz! Köszönöm, köszönöm! 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 Nagyon megtisztelő! Végre! Végre egy picit talán sikerült lenyűgözlöm! Kend uramat! Azta! Micsoda löket volt, nem? Nekem nagyon tetszett. Istálóját beleztem, hiszem el.
volt itt bedobás? Tökéletes szöglet volt, csak rossz volt a fejes szerintem. Vagy hát... Hát mondjuk ebből a helyzetből csak ezt lehet kihozni. Erre még nem jött... Áh... Akkor erre még nem jöttem rá. Áh, hát messzive fejelünk, baszki. Hát nem vagyunk normális a gyerekek. Aha! Persze! Bellingham, nehogy már gyorsabb legyen, mint Messi. Hát itt dobom el az agyam. Megvolt a cselés, visszavezetem a fickóba. Úristen! Hát elsüllyedek szégyenembe, gyerekek. Ó, scheisse! Rosszul lettem. Bácsi, neked küldöm. Cimbalom szög. Féleség. Jajjaj. Az anyja hét meg a nyolcát. Gyújt el öket. Úgy éreztem, én úgy éreztem ott akkor a tüzet. Legközelebb a jobban helyezem sarokra. Igen, mondjuk az tényleg szebb lett volna. Hát ennyit tudunk. Ennyit tudtunk sajnos Almadával. Hú, baszki! Sőt, meg majdnem! Ők sarokra helyezték viszont, elég durván. Bekaphatják. Az nagyon jó. Rizikós volt, de jó. Nem baj! Nem baj! Nyugi! Érezzék a... Hol érezzék a törődést? Oda néz! Milyen zavarban van a Dortmund? Te jó ég! Ah! Szerintem les lett volna. Hát nem tudom. Hát ez elképesztő. És... Ilyen lassú vagy, Lukaku? Úristen! Igen, itt is jó a gólzene, így van. Baszki! Így is rúgnak egyet. Létezik, hogy nem rúgnak egyet. Azt hittem, most lesz az. Hát, atya világ. Ez az!
belőtte. Jobbal. Úgy mondom, ez fölé megy. Ezeket korábban fölé lövöldöztem ám. Csak mondom. Szia, Szemedén. Ilyet is ritkán látunk tőled, Bala. Jogi. Most... mi ez a magatartás? Komolyan, olyan agresszívan váltál itt az elmúlt pár hét alatt, Szemedén. Döbbenet. Elképesztő. Komolyan. Nem tudom, hogy ez minek köszönhető. Semmi nem jó. Semmi nem jó neked. Kritizálsz mindent. Há? Messinek akartam, hogy felpörgesse a Schmidtnek a labdát. Passzus. Nagyon működnek. Annyira bénán védekezik a Dortmund. Hát, könyörgöm. Úgy van, fusson az öreg! Hát ez beszarás! Hát ez... és Adeje mi félreugrik! Isten. Kapja is a füttyöt. A Dortmund. Igen, engem nem szabad dicsérni, valóban. Honnan tudod? Tegnap is ez volt, ezt mondtam, bizony, hogy elbíztam magamhoz. Ki is lögtem egy embert. Hát, alapvetően egy idiótaság miatt. Ja, így van, igen, igen. Ezeket nem tudom mi jó kezelni olykor. Kell egy kis idő. Szia, Flower. Patchet. Mikor jött patch? Attól függ. Mióta is járok ide? Jó, igaz. Ma valamikor nem töltöttem le semmit én szerintem, vagy nem tudom. Fasz. Figyelj, elindítottam nem olyan régen az alkalmazást, azt, vagy lehet, hogy a háttérben megcsinálta valamikor, nem tudom. Jött valami érdekes dolog a FIFA-ba, vagy mit lehet egy elő tudni? A betyárját. Ja, értelek, Szemelin. Jó van. Örülök. Vagyis próbálok. Na! Lehetetlen! Da Silva megtáltosodott, kérem szépen. Ismét Da Silva! Rui Patricio! Patricio, baszk. Tök minden, Rui. Azt bent láttam. Akkor meglátom, hogy kinek megy az a labda. Ú, mondom, hát ez...
Jézusom. Annyira szarul pörgött fel szerintem a labda. Pár apró finomítás. Úristen, finomítás. Ajaj. Bazd meg! Messi, ballal! Komolyan mondom! És akkor lobogtatja, lebegteti a haját itt nekem, ne lebegtesd! Utálom ezt ilyenkor. Nem hiszem el! Nem hiszem el! Ilyen nincs! Úrég! Stones? Ilyen játékosok vannak itt tényleg. Hogy a francba? Hú, de gyenge. Futi, futi. Tényleg, Icardi. Icardi hol van most való életben? Még mindig jó ez a gólzene. Galatasaraynával kölcsönbe, tényleg? És ott mit csinál? Jó játszik? Kölcsönbe? Ki adta kölcsön a PSG? Mamma mia! Igen, 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 igaz. Igaz, Borrelló, sajnos igaz. Igaz. Igen. Na, jöhetnek a fiatalok. Talán nem korai. Köszi, Bloody Tiger. Hát, köszi. Köszi, köszi, köszi. Hú, baszki. Örülök, örülök, te megleptél. Hú, de nagy szerencs, hogy a néni figyelt és beintette a lest. Hú, gyerekek, pedig... Hú... Azért... Ah. Megleptél. Ezt leírtad, örülök, tényleg. Csak így a semmiből. Ha
pályán! Úristen, te ilyet tudsz! Bernard itt hogy hozta át? Konkrétan semmit nem csináltunk, csak így... Ilyen Bernardoztunk, meg Bernardoztuk a védelmet az ellen. Tehát az a baj, hogy alapvetően Bernard egy ilyen 70... 6-7-8-9-es csatár, és... Semmi extra dolog nincs ebben a fickóban, csak mindig megkapja a labdát, és így... Jó a helyezkedése, meg így... Nem tudom, baszki. Ez valahogy jó. Olyan, mint hogyha láthatatlan lenne sokszor az ellenfél védelmének. Ura. Ajj, nem oda, hát. Ja, hogy fejelni nem tud. Ne, hát persze, hogy megelőzzük, hát ilyen szarlabdát hogy lehet adni? Hülyék. Hát eltaposlak benneteket mindjárt. Higgadtan. Nyugi, ráérünk, baszki. Hadd idegeskedjenek. Jaj, az élet szép. Végül is. Hát ezt szépen csinálták. Így elfeküdni öregem kétszer egymás után. Úristen. Csak akkor ezt fogják majd reklámozni, bazd meg, hetekig. Forduló gólja. Mi tettük nagyjá ezt a gólt, baszki, nem ők. Jaj, ne. Mi nem csinál semmi? Nincsen... Nem tud cselezni a Carbona? Fura. Pedig úgy voltam vele, hogy ezt most megbernádozzuk a védelmet, de nem, sajnos nem, de kár érte, francba. Jó, szép. Szép. A lista vezetőt megverjük 4-1-re. Gyönyörű. Hát komolyan szégyellik magukat, hát persze, hát igen. Én is azért egy kicsikét helyettük, mert azért ez egy óriási vereség. Ráadásul hazai pályán szenvedi el a Dortmund. Ja, 4-2, bocsánat. Tök mindegy. 4-1-4-2, egy kutya. És ne bonyolítsunk. Hát simán, ennyi, jobbak voltunk, kész. Ami csoda. Mint késő vajon. Hát az a helyzet, hogy egy ilyen nyílt védelem ellen kötelező. Hazai pályán leszünk most, úgyhogy csapat állapota. Ja, hát igen. Na most teljes egészében lecseréljük a csapatot úgy, ahogy vannak a fiúk. Mindenkit is. Mert muszáj most rotálni. Az a helyzet, hogy egy héten 3 meccs lesz. Nem tudom, hogy hogyan gondolták ezt, de hát mindegy.
Ja, de várja, nincsen középpályánk. Vagyis, hát egy van. Mercado. És akkor ő hol játszon? Közép? Kek, ajjaj. Végül is amúgy, hát inkább legyen így. Romo legyen középen. Ez így jó. Koreját tegyen be a csapatba, és akkor Mkhitaryan meg jöjjön vissza Romo helyett. Akár. Vagy inkább majd cserélünk meccs közben? Almadának ilyen jó állóképessége lenne? 25. Akkor mondjuk az elég jó. Messinek 45! Mondjuk alig futott. Ja, jó van. Van, szerintem ez így elég. Ez így elegendő. 4-4-2. Keverni őket. Szia Jóska, jó reggelt! Szia Levi! Hú de kijavítottál Szevelin! Hú de! Szia Róka! De jó, hogy újra itt vagy! Ne aggódjál! Úgy jövünk fölfele, mint a büdös élet. Hát hova gondolsz? Hú de felháborító! Hát de komolyan. Vodka narancs, persze, hát különben nem bírnám. Hogyne. Mi más? El tudnád ezt képzelni tisztán? Narancsozott. Tudod mikor? Szia Ábel. Úr, ez ma ilyen szomorú nap. Egy csomót dolgoztam és még neked is jó megy. Hát igen, ez egy szarnak, durva. Nem olyan rossz tisztán sem a vodka, igaz. És akkor legalább azt tudnám mondani, hogy hülye vagy. Ásvány víz. Hova gondoltok? Fő az egészséges életpont. Hát az nagyon jó lenne, Ábel. Az nagyon jó lenne. Hát figyelj! Azon vagyok jelenleg. Tehát egész jól megyünk. Na hát most ki tudja, mi lesz itt ebből. Oh, az igen! Erős kezdés az Augsburgtól. Ha itt is nyernénk, hát az már lehet, hogy Európa Ligás hely. Ami óriási... Hát az meg. Óriási dolog lenne. Mert a mai napot azt úgy kezdtük, hogy... Van a mai napot úgy kezdtük, hogy hogyan kezdtük? 16. helyen voltunk. Kieső zóna fölött egyen. 18, 17, akkor 15-ek voltunk. Kapta halt! Ezt te kurva! Az igen, el lett tapos. De a Silva fel! Bazd meg! Ajszál! Őt berúgott. Semmi!
Semmit nem nyomtam! Hát én most leszek nagyon rosszul. 3, 2, 1. Igen. Na ne! Na ne! Na ne! Ez büntető? Most őszintén. A rúgás pillanatában konkrétan senki által nem volt zavartatva az a félnótás. Mi az, hogy hasba rúgta? Hát blokkolni akarta a lövés ez a baromarc. De miért akarta blokkolni ezt a lövést? Nem is értem, ez mekkora hülyeség. Azt a rohadt, ez nagyon durva volt. Hát ez... Ez eddig a legidiótább büntető, amit láttam. Ez így most rosszul esett. A kurva anyjába vagyunk, nagyon rég volt büntető ellenünk. Can he make it 1-0? Hogy tudtok ennek örülni? Mi? Hogy? Suttyók, bunda! Na most ezeket ki kell tömni, baszki. B csapattal. Ennyit a kényelmes focizgatásról. Oho. Gyönyörű, Angelo. Hát azért... Jó van. Na hát most... Jó van, így jött ki. Most jó, nyilván tudom, hogy ő nem Roberto Carlos, de... Brazil. Sose lehet tudni. Aztán Brazil. Mi? Ne! Demirovic. Azt hittem megelőzi Bernard. Aj, Mercado, bazd meg, az a lelkesedés. A fele lelkesedése. Szóval, hogyha a fele, adjuk. A lelkesedésének a fele átmenne tudásba. Hú, világsztár lehetne. Oh!
hogy van? Csúszál el! As you can see, the visitors have had much less of the ball, but their attacking play has been really incisive. It's been a really good display from them so far. Well, that's right, preserving the lead. Aski! Nem volt jó a vitt. Nem? Mit csinál? Hát sajnálom. Pedig ez nem volt rossz. Ellökték, megölték, megtaposták, büntető! Anyádat akkor! Úristen, de alig lövöm meg. Ennyire nem tudsz kapora lőni, vagy mi van? Ez hihetetlen, nézd meg. Hagyjuk már. Az, úristen, fölötte a családjának a lelátóra. Rohadt büdös parasztja. Mindjárt lecserélem. Igen! Kiegyenlítünk a B csapattal! Ez az! Ez nagy áttörés! Fú! Bernard! Nézd meg, gyönyörű, okos! Istenem, az a tehetségtelen mozgás! Úristen! Annyira tehetségtelen, hogy már jó, baszki! Milyen les? Milyen les? Hát a... saját kapunknak a torkából indultunk Bernárddal. Hogyan lenne les? Persze. Elfogult vagy. Nem a pirosnak drukkolunk, nagyon nem. Mi van? Hogyan? Szia Bálint. Jó ég. Szép volt. Úristen, jó volt, tetszett. Milyen makker? Tudás! Irigy! Irigy! Ezek világsztárok lesznek.
Én nevelem őket. Hol van te barom? Hát ezt nem hiszem el te. Pedig ezt, ha meg tudjuk futtatni Carmonát, az nagy lehetett volna. Az az Arnaud ott fönt, ez a mi játékosunk amúgy. Csak... hát ez... Fasz meg! A gólt nőtt volna! Unistal! Jóságos ég! Nagyképű volt, jó van, örülök. Nem baj, hadd legyen. Nálad nem nagyképű, még mindig, ó, még meg se közelítelek. Nyomódban se vagyok. Adja csak a lapokat, hülye gyerek! Nem tudsz bennünket letörni. Hamlasz. 4-2-re nyertünk, Peti. Hála a jó égnek. És nem tudtunk bevenni elé a francba. Az mi volt? Milyen blokkot kapott a Costa? Úristen. Önállósította magát. Mi van a hajammal? Mi a gond vele? Irigy vagy mi? Irigy vagy. Ú, de irigy vagy, úristen! Kopaszodsz te már, mi? Ha kopaszodsz! De kérde testig ennek a hajbeütetős Tokiának a elérhetőségét. Megadom szívesen. Sima. Well, they were so close to the equalizer there. It's certainly a bit unlucky, but they need to make more of these chances. Murillo. Well, this is the home of live football, EA TV, and we have more live. Baski! Isten olyan bele! Hülye voltam, nagyon, nagyon. Nagyon hülye. Gyerünk, gyerekek, gyerünk, gyerünk, küzdjetek! Arnaud, megkapta magáét a porontyunk. De legalább játszik, ezt most látjuk, ez tök menő. Miattuk kölcsön is játszik. Mondjuk lehet, hogy azért, mert egy héten három meccs van. És muszáj rotálniuk a bazd meg. Mi? Hogy az anyádba? Jó, sima. Úristen, nem is kell izgulni. Életbe bele, de rosszul játszunk most. Meg az anyádat! Hogyan? Mindig a rövidre ilyen rohadt kis...
alfácán labdákat kapunk. És akkor az, hogy ott van. Úristen! Uram, atyám! Hát elsüllyedek. Left for play. Ricardo. A really top-notch piece of defending. Comes clear. On the attack. Is there to be late drama? He had to get to the ball, and he did. Well, the counter chance looks very real. Well, that break looks so promising, but nothing coming from it. Ne. Hú, de hosszú mozgottunk, mozogtunk. Kettő-kettő. Hát gyerekek, nem vagyok boldog. Kifütyülnek bennünket. Baszki, de olyan hülye gólt kaptunk. Hogyan lehetett ilyen gólt kapni, gyerekek? Nem is, jaj, dehogy is. Hát... ilyen nagyon B-csapatos meccs volt sajnos. Hát nem tudom, hogy most ezzel a döntetlennel hol vagyunk mi. 9. hely. Mi baromi a szoros. Á, hát ez iszonyatosan szoros. Az 5. helyig. Utána a gyerekek más világ, 12 pontos szakadék. Tehát 5. hely még meg lehet ezek szerint. Jó. 6., 5. Hú, baszki. Hát nekünk BL kell, egyértelmű. Nem vagyunk 100%-osak a fáját. Ez még itt pont belefér, vajon? Lehetséges, hogy ez pont belefér még. Jó, bele kell férnie. Jó ez. Le kell foci... A Frankfurtot azért is kell lefocizni, mert ők 6. helyen vannak. Egyértelműen közeli rivális. Szia Teó. Idegenben jó az X. Persze. Csoda, hogy X lett. Hagyjuk már, de jó ég. Jobb kapus. Mondjuk amúgy de. De hát kit? Hogyan? Nem. Nem. De úgy tényleg az kéne. Pontos egy jó kapus. Valóban. Ilyen gólt kapni a rövidre, hát ez nonsens. Ez kapus hiba. Ne vicceljünk. Ez a...
harmadik szezon. Harmadik? Harmadik. Az is igaz, Laci. Milyen intelligens lettél. De jó. Őrület. Igen. Elképesztő. De jó. Ezek a tévók egyre jobb hatással vannak rád. Tegyünk egy próbát. Hátha. They must lock them down one side of the pitch, but they should have an advantage in midfield. Róka, te már nagyon stresszes vagy. Egyre agresszívabb vagy. Because the midfield and front players stay very narrow, but it should allow them to control the middle of the park where they are dominant. Amúgy ennek a frankfurti csapatok, meg sem néztem a csapatát. Ez jó csapat lehet, vajon? Biztos. És mi az, hogy Laci mellett áll? Nehogy már Laci mellett kiálljatok. Mire fel? Ti a energetika. Tudod, miket szokott rólatok írni, Laci? Olykor. Á, ez brutális, ne tudjátok meg. Á, tehát el sem mondom. Hogyne. Hát én megvédem tőletek, ne aggódjatok. Hát veletek vagyok én. Nektek csinálok jót. Veletek vagyok. Tudjátok, miket szokott írni Laci. Nagyon ideges típus. És... hogy az anyjába futják le Messit? Ilyen nincs! Nem tudom elfogadni. Szarás. Ujjjj. Nem, Szabi, én bírom. Én szeretem ezt, mert lényegében nagyon sok generált, vagy illetve regen, tehát hogy ilyen régi nagy játékosok visszavonultak, például a kapusunk Rui Patricio, azóta sem tudom, senki nem mondja el. Ezek nagyon jól játszanak, igen gyorsak. Azt a büdös. Vagy mondjuk a Araujo, Thiago Silva regen. Tehát ugye visszavonul egy nagy játékos, és akkor ennyi. Tehát így újjászületik lényegében. Más név, annyi, hogy a születési dátum egyezik meg a nemzetiség. Ennyi. Meg nagyjából ugyanaz a poszt. Istál olyát bele, te barom! Mit csináltál? Gyerekek! Mekkora labdát adott pedig Messi? Ezt nem kihasználni. Hát ez... csak jönnek az idióta meccsek, nézd oda. Csoda! Csoda, hogy ki lett véve. Védve. Épp. Nyugi, gyerekek, nyugi. Az a beszéd. Hát én megbolondulok. Ki a tököm ez az Gibenez? Hogy fut így? Nem lehet utolérni. Két ember között talán az elmegy, hát az egy francot talán, ilyet talál.
pressure. Adeyemi. Ha mondom, ellövöm, lesz, ami lesz, és bassz meg gól, az a balláb, gyerekek. Na hát ez aztán el lett találva megint. Az a balláb még mindig nagyon vadállat. Júj. Azt rohadt életbe. Végig cseleztük az egész pályát, gyönyörű. Ennyi, sima. Tudás volt ez megint, tudás. Köszönöm az elismerő szavakat mindenkinek. Ki a játszint? Ne. Ha mi ez? Azt a rohadt életbe, nem áll. Hát pedig azért itt neheze meg volt már, nem? Eljutattuk az ellenfél kapujáig a labdát, és nem tudtunk vele élni. És egy olyan csapat ellen ráadásul, akik nagyon jól támadnak. Gyorsak, jól támadnak, jó játékosaik vannak. Életveszélyes ez a Frankfurt. Mekkora helyzet kell nekünk amúgy, hogy gólt rúgjunk? Krisztián Jákic. Ott van! Gyönyörű! Na tessék! Messi. Ez az. Szép. Gyönyörű labda volt Romótól. Szeme volt a labdának. Hát itt meg már se tudták, hol vagyunk. Nagyon szép. Szia, Kalmi. Mi a helyzet? Hogy állsz? A licensz már megvan? Kárpótoltuk a szurkolókat. Pillanatok alatt. Messi dupla amúgy. Mi a fene? Messinek nagyon megy. Baszki. Hát ez milyen lövés, te idióta baromállat, te! Szégyed el magad.
underway here into the second half. Meg az anyádat mondjuk! Ilyen sokat kellett várni arra a sarkazásra. Ne! Les volt, nem? Biztos, hogy les volt sajnos. Aj, de kár! Hát jó van akkor, gyerekek. Végül is. És mint hogy visszahúzta a lábát, érdekes volt. És olyan... Hát most nem lett visszahúzva. Kárga. Jó van gyerekek. Oké, semmi baj. Azta persze! Adjuk már! Hamarabb odaír a védő, mint a labda. Persze, Messi nem tud adni egy ilyen labdát ballal, csavarba. Ne vicceljünk már! Még ez megbocsi. Lesz, jó van. A tököm ez a genez. Bundesliga action for you to look forward to here on EA TV. It's 1860 versus Köln. Nem mertem rásúszni jobban arra a labdára, mert mondom, ez büntető lesz, úgyhogy forduljon támadó. De jó löket volt ez. Aztán. Ez nem igaz. But he keeps the ball.
Right, someone is telling me in my headphones there's been a goal at the pre-zero arena, so let's join Alex Scott for an update. It's a goal for Hoffenheim. You could see he knew what he wanted to do as he stepped up to take that free kick because it was executed. Ez az, nagyon jó. Understandable reasons in this case, we have to cut off, Alex. Just to confirm, Hoffenheim have scored in that match, and they hold the aces presently, leading 2-1. Hát gyerekek, jön a mérkőzés utolsó 10 perce. Én nem tudom, hogy itt mi lesz, de ajjajjaj. Ez egy nagyon hosszú 10 perc lesz, úgy érzem. Ez a Frankfurt, ha átjön a 10, hova jön át? Mit ér felünkre, akkor nagy baj van. Holantól kezdve legalábbis, úgyhogy... Hú, de nagy szerelés, atya, úristen! Nem á. Idióta, hülye kapus meg az anyádat, az bazd meg a szemedet, nem kell levenni a labdáról, te baromarc. Hát nem igaz, ott volt szabadon már kezed meg a lábad, valamit csináljál ilyenkor. Kalimpálj vagy valami. Semmi. Ott hemperek, baszki. Mint egy kurva. Nem a gyalupadon vagy. Alex in full flow there. Apologies for that. A clarification, Stuttgart did score in that game, and the match is level at 1-1. Excellent referee. That's a promising attack in its tracks. You wouldn't be surprised if there's a card coming up here. Well, that's how to keep the opposition at bay. The buzz, man. I mean, that's such other. Rohadtul nem oda akartam. De még tol egyet, bazd meg! Ha nem tol egyet rajta, vissza tudtuk volna tenni, visszaemeljük! Hát ezt nem is értem, hogy ez miért tolt egyet rajta, mint hogyha késletetésen az irányításon. Mi volt ez? Gyönyörű volt pedig az a felfutás. Milyen meccs ez? Az meg 2-2. Hát ez nem igaz. Jó meccs volt. Jó játszott ez a Frankfurt. Anyjuk úristenét azt. Öcsém, de teljesen kiegyenlített volt. Aj, de kár ezért, pedig nagy rivális előttünk vannak. 6. helyen vannak pontosan, mondjuk most már lehet, hogy nem. De 6. hely, jó, ott vagyunk még azért. Tehát ez, rengeteget hozhattunk. Hát konkrétan 7. helyre feljöhettünk volna, hogyha nyerünk. 7. hely! Milyen fejes volt ez amúgy? Az a kapus csak egy dísz. Igen. Ja. Igen. És életbe. Ez FIFA, igen, FIFA, de FIFA. Ja.
Hullott a Silva fáról. Hullott bizony. Köln, micsoda? 53 pontja van a Kölnnek. Harmadik helyen vannak? Durva. Na, most fázni, hogy egész jó a FIFA így azért, nem? Itt elég jó meccseket produkáltunk, és... volt tök jó foci, lehetett tilitolizni, volt minden, sícsúgy, pitpúgy, kész. És kacok, ennyit gondoltam így mostanra. Legközelebb innen folytatjuk. Közeleg a vég. Köln, Leverkusen, Hoffenheim, Wolfsburg, Lipcse, Freiburg, Stuttgart, Bayern, Gladbach, és vége. Hát azért nem kis csapatok ellen megyünk. Megpróbálom a legközelebbi menetrendet úgy alakítani, hogy ezeket a meccseket egybe, tehát egy ilyen szezonzárós FIFA lesz majd szerintem legközelebb. Megpróbálom úgy alakítani, ezt észben tartom. Szezonzárós, szezonnyitós, valami ilyesmi. Sok pont már nem terem majd. Na majd meglátjuk. Majd... Úristen. Majd meglátjuk azt. Kemény meccsek következnek, kérem szépen. Na de! Ennyit itt mostanra.